egy GP3 és egy GP1, egy első és egy harmadik helyezés. Mesélj nekem, hogy indult a szezon, mivel készültél fel? Hát igazából erre a versenyre most múlt héten egy úgymond bemelegítő verseny volt a Horvátországban, azzal készültem, meg természetesen már előtte is sokat voltam vizen, ahogy az idő engedte. Hát a GP3 azzal úgy elégedett vagyok, hiszen első lettem. Ott egy kemény csata volt a Martin és közöttem, meg igazából a többiekkel is voltak csaták, hiszen az első futamban az ötödik helyről jöttem fel másodiknak, illetve a második futamban meg másodiknak mentem, a Martin volt első, és végül is egy kis kavarodás után meg tudtam előzni, és így pont egy előséggel én nyertem. A GP1-be az első futamot azt megnyertem, utána a lévő futamba is vezettem sokáig, csak sajnos egy technika hiba miatt ki kellett állnom. A harmadik futamba pedig egy kölcsöngéppel mentem, ahol pedig egy harmadik helyet hoztam el, és így lett meg a összetettben is a harmadik hely. Neked ugye a testvéred is megy ugyanazokban a kategóriákban, amiben te is mész. Nem okoz gondot néha, hogy a testvéreddel kell óriási csatákat vívni? Mert most is volt, óriási csatákat vívtatok a vízen. Nem szokott igazából gondot jelenteni. Nyilván a parton segítjük egymást, meg jó testvérek vagyunk, de amikor a pályán vagyunk, akkor mindenki a saját dolgára koncentrál, és ugyanúgy versenyzünk egymással, mint akárki mással. Itt a parton Kassa Györgyöt köszönhetem, aki 6 vagy 7, talán ő se tudja megszámolni, hogy hány VB aranya van, illetve már túl van egy arab szezonon, egy óriási VB-n, amiről szerintem most mesélni fog nekünk. Igen, ez a dubai versenysorozat lezajlott idén, januárban kezdődött. Január, február, március, április, minden hónapban 2 verseny volt az Arab Emirátusban. Hát sikerült ezt a bajnokságot befejezni egy első helyjel. Teljes versenysorozatot sikerült megnyerni. Ezután egy horvát verseny következett múlt héten, és most itt vagyunk Dunaharasztiban, ahol szintén elég jó eredmények lettek. Lett 2 első helyem, és lett egy sokadik, ahol egy géphibával kiálltam. Hogy érzed, hogy az itteni pilóták most mennyire közelítik meg az EB-n és a VB-n résztvevőket? Hát érezhető volt, hogy ez az első magyar verseny, mindenki kicsit még felkészületlen volt, meg az idő sem volt az elmúlt hónapban a mi kedvünkre, de szerintem a következő versenyre mindenki sok erősebben visszatér, és hát én nagyon elégedett vagyok a hétvégével és a versennyel. A terved idénre itt Magyarországon? Hát van még 4 magyar országos bajnokság, arra mindenféleképpen eljövök. Európára nézve pedig egy nagy ausztriai Európa-bajnokság lesz, ahol remélem, hogy minél több magyar kilátogat. Meg kell, hogy kérdezzem, hogy ski kategóriába is mentél tavaly, idén nem látalak. Ugyanakkor azt mondtad, hogy edzésképpen mész ski kategóriába, idén nem lesz ilyen? Idén lehet, hogy a következő versenyeken lesz. Most az első versenyen nem lett kész a hajóm, úgyhogy nem is volt edzés ezáltal, de jövőre mindenféleképpen a profi között szeretnék menni állósban is. Cseke Zsoltot köszönthetem, aki tavaly még novice versenyzőként láthattunk, idén már nem. Mesélj erről, hogy történt, mi történt, és erről a hétvégéről, ami szenzációsan sikerült, hiszen 5 kategóriában indultál, és ez az első szezonod, és nagyon szépen végigmentél mindenhol, és eredményesen. Mivel tavaly volt az első év, ami egyáltalán megismertetett a jetski sportot,
és a Kassa Gyurival sikerült jól összebarátkozni. Szárnyai alá vett, és hát neki köszönhetően nagyon jó felkészülést sikerült most tavasszal, vagy hát télen még megcsinálni, egy teljes életmódváltás mellett. És hát ez volt a cél, hogy minél többet gyakorolni, mivel itt mindenki sok éve csinálja ezt a sportot, azt nem tudom behozni, de legalább az erőlét meg legyen hozzá, és lehessen valamit keresni. Ezek szerint egész jól sikerült, mert az öt kategórián végigmentem, még helyezések is lettek belőle, és még élek is. Melyik kategóriát érzed a legjobban, melyik kategóriába bízol, hogy abban elő fogsz végezni, és abban sikeres leszel? Van, én a öregekhez álltam be első körben, ott szeretnék valami komolyabbat elérni, remélem, hogy sikerül, azért ott is lesz talán az elején, de a gyári kategória is jó, mivel gyári hajón van, a GP1 is inkább csak egy ilyen edzés jellegű, és az offshore is nagyon tetszik az ideje miatt, tehát a hosszúság az megint csak az edzésnek köszönhetően jobban kedvez, mint a technika, mivel az ugye még hiányzik. Hogy érzed, hogy a kimagasló eredmény mind múlott rajtad, az erőléten, a taktikán, vagy a műszaki dolgokon? Talán ez mind összesen. Mondom, hogy legfontosabb ez a felkészülés, amit 4 hónapig csináltunk a Gyurival együtt, az úgy néz ki, egész jól sikerült. Azon kívül az alapgép ugye megbízható, mint egy nagyon húzott gép, ennyiből az is jó. Technikai vagy taktikai utasítást is jókat kaptam, úgyhogy az egész együtt így összeállt, és jó lett a eredmény végül, úgy gondolom. Gerencsér Olivért üdvözlöm, már nem a parton, hanem a partnak egy másik részén, hiszen annyian ünnepeltek, hogy egyszerűen nem lehetett téged utolérni. Mit is ünnepeltünk? Azt, hogy sikeresen megnyertem a versenyt. A első futamon a rajtnál kicsit bealudtam, ott sikerült egy második pozíciót elérnem. Viszont a második futamon sikerült annyira felrázni magamat, hogy a rajtot is elkaptam, és végig tartottam a pozíciómat, de nem volt könnyű dolgom, mert egy kétszeres világbajnok volt mögöttem, aki üldözött végig. Nagyon örültem, amikor már kijöhettem a partra. Milyen érzés volt? Hogy bírtad azt a nyomást, ami egy 6-szoros világbajnok Kassa György személyében mögötted volt? A futam közepe felé már ugye tudtam, hogy itt már lehet, hogy nyerni fogok. De bennem volt mindig az, hogy egy világbajnok van mögöttem, nem szabad feladni, 110%. Hogyha picit nagyképű lennél, akkor én a helyet mondjuk úgy fogalmaznék, hogy én fiatal versenyző vagyok, de nagyon tapasztalt, és nagyon-nagyon oda tudok koncentrálni. Ugye jól mondanám? Persze, persze. A legtapasztaltabb versenyző vagyok, ezért lehettem első helyen. Egy 18-szoros világbajnokot vertem agyon. Ezt inkább vágjuk ki. Miért imádjuk az Olivért? Mert nagy képű.